Bártfai Ritát üdvözlöm itt a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket. Rá fogunk térni a konkrét programra is. Én talán onnan indítanám, hogy mikor és hogyan fogalmazódott meg a szervezőkben a fesztiválnak a létrehozása. Ezt az új színház szervezi, Dörner György igazgató úr már az első beiktatás alkalmával elhatározta, hogy szükséges egy olyan fesztivál, ami a keresztény értékeket, a szépet, a jót, a közösségteremtést szolgálja. Hát mik azok a darabok? Ugyan az új színházkort csak és kizárólag magyar szerzői darabokat játszik, így kiadta magát tulajdonképpen egy, már eleve a műsortárban is egy olyan közeg, amiben tulajdonképpen ezek az értékek érvényesülnek. És főleg azért, mert a magyar darabok tulajdonképpen kereszténységről, keresztény szellemiségről, hitről, reményről, szeretetről szólnak 90%-ban. Persze van, amelyik nem, de ettől függetlenül mi ezeket választottuk általában a színház műsorára, repertoáriában. És akkor tulajdonképpen így született meg ez a dolog, és 14-re értünk el odáig, 2014-re, hogy az elsőt meg tudtuk rendezni, és azóta tulajdonképpen minden évben megrendezzük, kivéve ez a mínusz két év, ami most a pandémiás leállást követelte egyébként minden színháztól, tehát nem csak minket állított le, hanem egyébként is. Úgyhogy ezért is olyan nagy öröm, hogy meg tudjuk most ezt a hetedik fesztivált szervezni, ezt már második alkalommal próbáljuk ezt a hetediket, tehát tulajdonképpen 9 éve szervezzük, hogy ezt állandóan újra kell előről csinálni. Ez egy óriási munka lehetne, de egyben misszió is. Itt nekem mindig nagyon izgalmas, amikor a művészet meg a szakralitás találkozik. Ezt a mindennapi munka során önök hogy fedezik föl ennek az izgalmát? Hát tulajdonképpen ez megkerülhetetlen a mi szakmánkban, és állandóan ennek a titkát próbáljuk fejtegetni, hiszen minden darabunk erről szól, a színház eleve erről szól, a szent és a profán állandóan az életünkben van, és nagyon izgalmas a találkozása, és mindig új és új kihívások elé állít minket, mind a megvalósításban, mind az emberekhez közelhozásban. Eleve nekünk misztikum és szakralitás a nézőnek, a személyének a megszólítása. Tehát már ilyen pici elemekből tulajdonképpen épülve fel, egészen a daraboknak a belső szakralitása, Istennel való kapcsolata, lélektől lélekig való üzenetsugárzása, ez mind-mind szakralitás és a profánnak a találkozása. Konkrétan most november 3-ától 7-ig milyen programokra számíthatnak a nézők, és tehát nem csak, hogyha jól tudom, nem csak előadás, hanem beszélgetések is vannak. Sőt, úgy kezdünk, hogy kiállítás megnyitó. Ugye Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálat megalapítója lesz a fővédnökünk, és a fesztivál megnyitó nálunk tulajdonképpen egy fővédnöki áldás szokott lenni. Erre 5-8 napra, ez most 5 nap lesz, és ezen belül pedig lesz egy kiállítás megnyitó is, úgyhogy ez is egy különböző műfaj, ami ugyan a színháztól nem idegen, mert mi dolgozunk képzőművészettel, de hát mindenképpen, mint színházi műfaj, egyáltalán nem tekinthető színházi műfajnak, viszont ettől vagyunk például fesztivál. Aztán van egy koncertünk is, a Szent Efrém koncertje az Angyalszárnyak címmel. Csodálatos kapcsolatunk van a Szent Efrém férfikarral, és ők egy 8 tagú, mesés hangú férfikar, tehát egy nagyon decens társaság, akik általában szakrális témában dolgoznak, úgyhogy hát nagyon várjuk a velük való koncertet, így mint harmadszor hívjuk meg őket. A fesztivál harmadikán egyébként az egrieknek az előadásával, az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a Nagymama című előadásával kezdjük, hogy miért nagymamát hívtunk. Hát egyrészt egy kis ajándékot szerettünk volna, egy kis rendhagyó ajándékot a közönségnek, mert ez egy romantikus vígjáték. A Csiki Gergelyhez Csiki Gergely, igen, Csiki Gergely a szerzője. Tehát ez egy nagyon-nagyon élettel teli, nagyon vidám, romantikus vígjáték, amiben tulajdonképpen egy kis ajándékot szerettünk volna átnyújtani, ugye megjelenik benne a szeretet, a szerelem az idősebb korosztályban, a fiatalabb korosztályban, és úgy gondoljuk, hogy az is Isten ajándéka. Tulajdonképpen ezért került ide, ráadásul a főszereplő hősnőnk, a kis naíva hölgy, az hát egy apácozárdá indul el, ahol nagyon megtanulja az élet alapjait, a háztartástant, az erkölcsöt és egyáltalán. Tehát, hogy nagyon jól felkészülté válik. Lesz ezen kívül szakralitás a művészetben szekcióbeszélgetés. Ez nálunk 7 éve már tulajdonképpen hagyomány. Takaró Mihály szokott lenni
Házigazdája a Dörner György, most Földi Kovács Andrea, Kondor Katalin, Bogár László és Szakács Árpád lesznek a vendégek, tehát most egy elég népes, tehát ez is egy rendhagyó dolog, népes tábor lesz a vendégkör, akiket nagyon várunk. De még Bőte Csaba is lesz. Bőte Csaba bizony. Következő, igen, akit nagyon nagy szeretettel várunk, ő szinte minden évben volt, és második évtől azt hiszem, igen. Most sajnos lehet, hogy nem jönnek vele a gyerekek, sajnos a Szent Ferenc Alapítvány színjátszói, meg minden évben őket is vendégül látjuk. Hát sajnos a járványügyi helyzet miatt, hogy most kérdés, hogy átengedik őket a határon, vagy sem, most úgy tűnik, hogy nem jönnek. Ezen kívül még lesz egy veszprémi előadásunk, a Veszprém Petőfi Színházból a Béke Diktátum, ugye mikor elkezdtük az első hetedik fesztivált szervezni 2 éve, akkor pont 100 éves volt a Trianon, illetve arra készültünk, arra az ünnepre, 19-ben kezdtük, 20-ra szerettük volna, hogy jöjjenek, ugye ez elmaradt ez a 2 alkalom, és így tulajdonképpen most tudjuk bemutatni ezt az előadást, ez egyszer online streamelve már bemutatódott Veszprémben, a veszprémi színpadon, most először jön tulajdonképpen ki a Veszprémi Színházból, de már azért ment egy pár előadást. Van egy olyan program is, ami a Pillanat érkezése című, ez egy színdarab, igen, amiről szó van. Abban van egy, mert olvastam az ajánlót, és abban van egy mondat, hogy Istent nem szabad száműzni a társadalomból. Ez elhangzik a darabban? Igen. Mennyire fontos mondat ez? Hát nagyon, nagyon. Az a helyzet, hogy olyan kivételezett helyzetbe kerültem, hogy 2 monodrámát, amit én rendeztem, is beválogatott a színház a stúdiós előadások közé. Az egyik ez a fent említett a Pillanat érkezése Széchenyi István életéről szóló darab, a másik pedig Zrínyi Ilonának a története tulajdonképpen. Mind a 2 esetben az volt a fő koncepció, hogy megmutassuk nagy történelmi alakokban az embert. Egy kicsit másképp, Egy kicsit úgy, mintha egy ismerősünk lenne. Úgy, mintha húsvér ember lenne, és nem csak a történelem lapok, vagy könyvek lapjairól ugrálnak le, hanem egy kicsit a magánéletük, az emberségük, és elsősorban a hitük, a borzasztó, mérhetetlen hitük, ami tulajdonképpen ezeken a válsághelyzeteken, amiket éppen megmutatunk, mert ez a Széchenyi István, amikor a Magyar Tudományos Akadémia javára felajánlja egy év jószágainak és birtokainak a hozadékát, akkor ennek a döntésnek tehát az előtti pillanatot mutatjuk meg, úgyhogy visszapörög az egész élete. Szintén a Zrínyi Ilona darabban is azt mutatjuk meg, hogy hogyan dönt, mikor megkapja Karaffa generálistól azt az ultimátumot, amiben azt ajánlja föl neki, hogy bántatlanul eltávozhat családjával együtt, ha átadja Munkácsvárát, és ő a harcot választja. És itt megmutatjuk a nőt, a keresztény nőt, az Isten hívő nőt, és számunkra ez mind a 2 nagyon fontos. Igen, és ugye a dilemma, hogyha a harcot választja, akkor az embereit küldi halálba, neked saját magát is, így van. Hogyha viszont feladja, akkor megmenti az életüket, de akkor viszont a magyarságát, a hitét adja föl. Pontosan. Azért ilyen dilemmákkal ma is küzdünk. Ha nem is ennyire nagy kaliberű, vagy ilyen szinten direkt dologokkal, de hogy ilyenekkel ma is küzdünk. Mindenkinek vannak harcai a magánéletében, és körülbelül ezek a tétek. Igaz, hogy mindenkinek csak a saját léptékéhez képest, de ez nagyon fontos. És pontosan ez a 2 rendezés ezt próbálja boncolgatni. Mi van, ha? Egyébként az Új Színház életében akár a művészet és a szakralitás, akár itt a pandémia kapcsán, milyen új kihívások voltak az elmúlt években, mifelé tart, mik a olyan célok, amik most így konkrétan előttük van? Hát nekünk nagyon sok vízválasztó volt, ami befolyásolta az életünket. Maga a pandémia is, hogy egyszer csak le kellett állnunk. Az hogyan élte meg a színház alá? Nehezen. Tulajdonképpen csak azok... Tehát ezt feldolgozni nagyon nehéz, mert egy színésznek az a dolga, hogy játszon. Ha nem találkozik a közönséggel, akkor nincs visszajelzés. Ebből a szakmából nagyon könnyen esni. Na most mi végig dolgoztunk, akik a háttérrel foglalkozunk, például én dramaturg vagyok, és darabokat is
írok, átírok, javítok, tehát amit a színészek mondanak, azokkal a szövegekkel foglalkozom. Tehát ez maga egy rettenetes szakralitásba való beavatottság, tehát hogy ez az én munkám. Én ugye ezt végig dolgoztam, ezt az időszakot, mert előkészültem a színészeknek, hogy amikor majd, ha nyitunk, addigra legyen szöveg. Azt ők elkezdték tanulni. Tehát tulajdonképpen tétlenül mi soha nem töltöttünk időt. Aztán itt volt az is, hogy az igazgatónak lejárt a mandátuma, és újabb 5 évre megpályázta a színházat. Mi azzal is foglalkoztunk, ott is pályázatot írtunk, terveket kovácsoltunk, és tulajdonképpen ugyanezen a vonalon szeretnénk tovább menni. Tehát, hogy minél inkább a szakralitás felé, minél inkább a szent felé, és minél inkább a közösségteremtés felé menni. Tulajdonképpen a vallásnak is általában ez a, vagy vallásoknak is általában ez a célja, hogy közösséget teremtsen, hogy ott a közösségnek a tagja jól érezze magát, fontos legyen, legyen hova tartozni. Hát tulajdonképpen erről. Ilyen ellenszélben, ilyen értékeket képviselni, ilyen színházat csinálni, mennyire nehéz? Nagyon nehéz, de van mindig egy megelősítő pont. Például most itt volt az eukalisztikus konferencia, ami egyszerűen egy olyan bázist és megerősítést és fontosságot tudott ezeknek a terveknek és lehetőségeknek tulajdonítani, ami nekünk nagyon-nagyon nagy segítség. Azért képviseltette magát most országvilág előtt a kereszténység, tehát van létjogosultság annak, amit csinálunk. Azt hiszem, hogy legyen ez a végszó, talán még nem teljesen, hiszen azért mondjuk el, hogy a jegyekhez például hogyan lehet hozzájutni a fesztiválhoz. Hát a www.újszínház.hu honlapon lehet, vagy pedig személyesen a Paula Jede utca 35 jegypénztárban és a szervezésén az Új Színháznak lehet megvásárolni a jegyeket, és szeretettel várunk mindenkit. November 3-án. November 3-ától 7-ig tart a fesztivál. Bártvai Réta, köszönöm szépen, hogy bepáradt hozzánk.